Az entai cukorgyár illetékesei azt remélik, a kormánydöntésnek köszönhetően biztosítani tudják majd a szerbiai fogyasztók számára a szükséges cukormennyiséget. Számításaink alapján, tekintettel arra, hogy ez a 11 ezer hektár répáról volt szó, amit a horvát gyárak szerettek volna felvásárolni, ez az országban maradt, nem kellene, hogy a hazai piacon hiány jelentkezzen, és hogy ez esetleg az árat kedvezőtlen irányba mozdítsa. Az entai cukorgyár is felvásárolt bizonyos mennyiséget az eredetileg kivitelre szánt cukorrépából, aminek köszönhetően várhatóan nagyobb lesz a termelés, mint amire az előzetes becslések alapján számítani lehetett. Tervezett mennyiségekhez viszonyítva mindenféleképpen kevesebb lesz a termelésünk, mivel ugye mi nekünk 13.300 hektár volt leszerződve, mi 40 tonnás hozammal kalkuláltuk a 80.000 tonna körüli cukortermelést, a tervezett répa mennyiség 30%-át már feldolgoztuk, a mostani eredmények alapján 35-36 tonnás hozam, az átlaghozam a gyár termelőinek. A számítások szerint 360.000 tonnás szerbiai össztermelést várnak, aminek ki kellene elégítenie a hazai szükségleteket. Sőt, az entai cukorgyár illetékesei abban bíznak, hogy a gyárak kiviteli kvótájának teljesítésére is lesz majd lehetőség. Nem biztos, hogy a kiviteli kvótát 100%-os mértékben tudjuk majd teljesíteni, de azt a kvótát, amit a kereskedelmi minisztérium ebbe az évbe, a 2012-es évre adott a gyáraknak, mindenféleképpen teljesíteni fogjuk.